majd Gyulát is elérte ismételten a havazási hullám. Pont itt vagyok a posta előtt. Egy kicsit filmezek. Kőbe, hogy lássa mindenki, hogy nem csak a Bakonyban, nem csak Dél-Dunántúlon, Közép-Dunántúlon és északon, hanem itt délen és az Alföld gyöngyszemében Gyulán is. Ha nem is olyan nagyon apró pejhekbe derék, sűrűn esik a hó most már reggel óta. Igaz, hogy még nem sok minden van, de azért mutatóba betudjuk. Azok számára szemléltetni, hogy hát igen, itt is itt a tél. A Kossuth téren kicsit körülnézek. Itt már, ahogy a világóra felül átjöttünk, már mivel vízkereszt és álmot, a nagy karácsonyfát elbontották, de itt a nagy körforgalomnál még az adventi gyertyás koszorú, a hatalmas koszorú, ez még megvan. Egy kicsit megközelítjük azt is. Itt ez a kis templom, háttérben látszik Kossuthnak a szobra. Tovább megyek. Hát itt van egy valamilyen művészeti alkotás. Nem tudom, mi a neve. Hát sajnos nem értek hozzá, nekem túl modern. Én jobban szeretem a naturális alkotásokat, ami első látásban is kitűnik, hogy ha mit ábrázol. Hát az nyilvánvalóan az én művészeti, hát mit mondjam, milyen érzékemet szemlélteti, hogy nekem sajnos nem tetszik. De attól még jó szobor lehet, mert engedélyezték a felállítását. És nem szerettem volna bántani az alkotóját sem természetesen. Itt a lábnyomok még jobban feketére látszanak. Buszok, autók meg jönnek mindenféle irányból. Most ide megyünk még egy picurkát. Autentikoszorhoz. Hát majd az is bevontásra kerül, gondolom. Rövidesen eléri a végzet. Mármint a koszorot, nem a körforgalmi gyűrűt. Kicsit vissza is nézünk. Visszafele. Hát itt most mondhatnám, hogy prosványos a talaj. A vizet leeresztették, nincs víz benne, csak az, ami hóvel esett. De hát ez nem alkalmas semmire, se korcsolyázásra, szánkozásra, főleg nem. Hát akkor ez a kis rövid kosottéri nézelődés ezzel véget is ér. Még egyszer rá, hát közelíteni nem tudok, sajnos ez a mobil arra még nem alkalmas. Majd legközelebb olyanra ruházom be, amivel lehet már közelíteni is.